A kávé az egyik legismertebb kolumbiai exportcik, az ország pedig a negyedik legnagyobb kávétermesztő nagyhatalom, valamint ők termelik a legtöbb arabika kávét a világon. A sikerük többek között annak is köszönhető, hogy változatos tájakon művelik az ültetvényeket több évszázados hagyományokkal, amely fejlesztésében Fábián González külgazdasági szakértő szerint további jelentős segítséget nyújthat a magyarországi mezőgazdasági ismeretek és technológiai tudás exportálása. Elsősorban a mezőgazdasági területen mi eh, találjuk, úgy találjuk, hogy Magyarország egy, egy gazdag tapasztalatokkal, eh, komoly technológiával rendelkező ország, amely ezeket a dolgokat tudja exportálni. Nem csak termékeket, hanem technológiai transfert is. Ez eh, talán mai mo napokon lehet mondani, hogy ez a legerősebb szektor, amiben magyar cégek kint tevékenkednek. Ugyanakkor az elektronika is egy, egy, egy nagyon fontos terület, az IT szinten, Magyarország egy hatalom azon a területen, és azokon keresztül is jönnek az úgynevezett intézményi kapcsolatok, magyar és kolumbiai hivatalos szervek között. Szuhóczki Gábor a rendezvény házigazdája nyitó beszédében elmondta. Úgy gondolja, hogy a gazdasági együttműködés szerte ágazó lehet. Éppen ezért a konferenciára is számos témával készültek. Az alaptéma a kávé. Hogyan lehet a jó minőségű kolumbiai kávét Közép-Európában teríteni, hogyan juthat el a fogyasztókhoz. A második téma, az Európai Unió irányelvei arra törekszenek, hogy a műanyagot próbáljuk meg helyettesíteni. Minél kevesebb szennyező műanyag kerüljön a lerakókba, illetve a lerakók kívül, ezért a Kolumbiaikkal összefogva, maniókogumóból, illetve keményítő, mint alapanyagból szeretnénk kifejleszteni egy közös cég keretében olyan termékeket, amelyek akár az acskókat, egészségügyi fóliákat, mezőgazdasági fóliákat, poharakat, szívószálakat tudja helyettesíteni. A konferencián elhangzott a két ország együttműködésének sikerét jelzi, hogy tavaly a gazdasági együttműködés továbblendítése és a diplomáciai kapcsolatok elmélyítése érdekében a magyar kormány nagykövetséget nyitott Bogotában, a kolumbiai kormány pedig Budapesten.